Sziasztok! Ebben a videóban egy egyszerű és gyors interjúr bevilágítást szeretnék megmutatni Cycle Renderben. Négy lépésben. Első lépés a kamera elhelyezése. Megmutatom azt a módszert, ahogy én szoktam csinálni. Ortografikus nézetbe váltok. Elhelyezek a jelenetben egy kamerát, teljesen mindegy, hogy hova. És ebben a nézetben Ctrl-Alt numerikus pad 0, akkor jelenleg aktív kamerát ebbe a nézetbe helyezi. Ezt a pipát, ha bejelöljük, ugye az N tanál, N betűvel előhozzuk a View, és azon belül a kamera pipáljuk, akkor tudjuk mozgatni ebben a nézetben a kameránkat. Ezt megpróbáljuk elhelyezni bentre. Ugye így nem sokat látunk, ezért a kamera beállításaiba a fokálengtet átállítjuk 17 millire. Olvasgattam interneten, fotós csoportokban, hogy ők ingatlanokat hogy szoktak befotózni. Hát, nagy általánosságban 17 millit ajánlják. Ha el szeretnénk forgatni a kamera nézetet, megtehetjük ugye úgy is, hogyha ez ki van pipálva, és mint ahogy a viewportba is mozgunk, úgy forgatjuk el esetleg. De én ezt nem szoktam használni, mert most túlozva mutatom, de mondjuk így állítom be, akkor itt látszik bal oldalt, nem lesz függőlegesen párhuzamos a kamera nézettel. Mutatok egy másik módszer. Másik módszer. Ezt kapcsoljuk ki, nehogy véletlenül elmozgassuk a kamerát. Itt legyen kijelölve a kamera. Itten. Akkor ezen belül tudunk esetleg forgatni és elmozdítani, de itt látjuk, hogy az Y tengelyen akarjuk. Így. Esetleg egy kicsit előre is vihetjük. Mondjuk egy ilyen nézetet. Ezekkel sokkal szebben be lehet állítani, és nem fog elmozdulni a függőleges párhuzamos oldalak. A következő lépés a HDR mod. Azelőtt egy kicsit átállítjuk a Render Engine-t, ugye Cycle-re. GPU, tehát videókártyával szeretnék renderelni. A viewportot szeretném denoise-olni is. Jelenleg sötét van, nem látunk semmit. Ez a szürkeség, ez az alapértelmezett beállítás, pici. Visszük világosabbra, akkor ugye fehér szín fog beszűrődni. De nekünk ez nem jó, mert ez csak egy szín. Általában ugye minden belső térről, kintről beszűrődnek a fények. Zöld szín, ugye a fákról, fűről, esetleg ha lakótelepek, akkor a házak színei visszaverődnek. És erre jó nekünk nagyon az a HDR map, amit fogunk kapni. Hát mondjuk legyen egy ilyen erdősebb rész. Ezen, hogyha nekünk nem tetszik az irány, vagy amit látunk,
akkor létrehozok egy másik ablakot, kiválasztom a shader editort. Hát alapból az object szokott itt lenni, de most kiválasztjuk a word-öt. Ugye itt látszódik a HDR map, ezen Ctrl-T-t nyomok, és így el tudom forgatni ugye Z-tengely mentén, úgy, ahogy nekem tetszeni fog. Nézet. Mondjuk egy ilyen nézetben. Következő lépés az, hogy az ablakokba Arealight-ot teszünk, amit én már előre elhelyeztem, és ennek adunk fényerőt, mondjuk 30 wattot, neki is 30-at. Ugye ezzel az a probléma, hogy nem látunk ki az ablakon, mert fénynek a forrását látjuk. Ezt mi el tudjuk tüntetni. Ide az Object Properties-be megyünk. Itt a Visibility-n belül eltüntetjük. Meg ennél is megcsináljuk. És itt a tükröződés, amit az Arealight kibocsát, tükröződés, az is fehér, ami nekünk itt sem kell. Tehát a glossit is kikapcsoljuk mind a kettőnél, hogy ne látszódjon. Itt már egy egész tűrhető kinézetet kapunk. A következő lépés azt akár később Photoshopba is meg lehet csinálni, vagy Affinity, ki mit használ. Én személy szerint Affinity-t. Render Properties. Letekerünk legalulra. Color Management. Itt tudunk világosítani. Még esetleg kontrasztot állítani. Megnézhetjük, hogy vannak-e kiégett részeink. Ezek a piros részek, a kiégett részek, de általában az ég az piros szokott lenni. Húzhatunk még. Mondjuk így. És akkor kaptunk egy viszonylag tűrhető interjór képe. Remélem segített a videó. Ti hogy szoktatok bevilágítani? Mit csinálnátok máshogy? Ha esetleg van valami téma, ami érdekel, írd meg kommentben. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!